Na egy újabb Wild Drift videó, és ebben a videóban egy akali trükköt fogok bemutatni, amiről már beszéltem videóban, illetve ilyen montázs videóban is lehetett látni ilyen jelenetet, méghozzá azt, hogy hogyan kell besztílelni, belopni egy objektívet. Ezt a lopási módszert inkább ilyen nagyobb objektíveknél érdemes már csinálni, mint például a Boronnasor meg az Elder Drake, mind a kettőnél működik, és majd, hogy nem kimerem jelenteni, hogy 100%-os lopást jelent, hogyha jól tudod megcsinálni, mert ha nem, akkor lehet, hogy besülsz de nem úgy kell ezt a lopást kezdeményezni, mint például a dzsungeleseknél, hogy ilyen 1000 HP-nál beugrasz, lesz majd vagy valami ilyesmi, hanem már ilyen 5-6000 HP-nál be kell ugrani, mivel ugye az ilyen nagyobb objektíveket már az egész csapat szedi, tehát ilyen 5-4 ember, vagy 3 például egy vesztes teamfight után de az a lényeg, hogy be kell ugornod, amikor már ilyen, amikor már ilyen 5 hp n van, és ugye ez akalival van ez a lopási módszer. És akkor, hogy ez hogyan is néz ki, ugye már a végjátékban az endgame bevaló színűleg megvan az szent Szentcsantod, meg minden, vagy a surikennel ugye oda dobod az enemire vagy az objektívre, aztán visszahúzod magadat, vagy a ultidnak a elsugrásával ugye beugrasz, egyből az csant, megvárod még ugye letelik, ilyenkor uh, mindig ugye tovább szokták szedni az objektívet, meg ilyenek, meg hát most, most uh, nem számítanak olyan nagy durva dologra, hogy hoppá, most uh, egy ember odajött, és akkor jaj, majd belopja, amikor uh, uh, simán ugye az objektívet, de te ott szépen lesz, az hiszen magadat, vársz, ugye nem tudnak ilyenkor sebezni, aztán, aztán utána mi történik? Akkolival benyomod a ködöt, ugye a ködben nem vesznek észre, és nem tudnak sebezni kivéve, ha területi sebzést kapsz. De ugye, mint mondtam, ilyenkor inkább az objektívre szoktak fókuszálni, nem nagyon szoktak szarozni. Főleg egyből nyomod a füstöt, eltűnsz, utána nem fognak nagyon foglalkozni vele, csak szedik tovább, hogy legyen meg. Aztán már, amikor ilyen 1-2000 HP-nál van, akkor utána nagyon gyorsan szokott történni az, hogy lebörztelik, meg ugye megy a smite, és akkor az ultidnak a második ugrásával puff, átugorsz az objektíven, belenyomsz még egy dobókést, ugye az első képességedet, és utána kidobod magadat a surikennel, vagy kiflesselsz, vagy akármit csinálsz. És ez, ez működik, most ide bevá bevágok egy klippet, meg mondtam, hogy a montázs videóban is ugye volt már ilyen jelenet, a montázs videóból is bevágom a klippet, mert ott sokkal látványosabb volt, hogy ilyen öt ember volt ott, és tényleg úgy, úgy sikerült ezt megcsinálni. Okay. That one was messy. Tehát egy vértbe is működik. Akán mennyien, ami van ott, akár mennyien szedik a, a Baront, vagy a Elder csak az legyen a lényeg, hogy jól időzíts. Igazából nem nagyon lehet elrontani az időzítést, csak tényleg annyi, hogy ilyen, ilyen 5-6-7 ezer HP-nál már be kell ugarni, és meg kell csinálni ezt a egészet. És ebből még az a jó, hogy ö, könnyen túl lehet élni. Tehát, vagy a második ugrással ugye ki is tudsz ugrani, tehát még ezért is jó, ugye? Tehát rosszul mondtam azt, hogy a surikennel kidobod magadat, mert nem, mert már második ugrással ki tudsz ugye ugorni. És ez már többször is működött nekem. Még van egy olyan, hogy az ilyen kisebb objektíveknél, mint például a Dragon. Jó, ja, mondjuk a dragon nem nagyon, mert azt ugye egész csapat szokta szedni nagyjából, vagy négyen ugye, minimum. De az ilyen állt, amit csak ilyen kettő-hárman ketten szednek, ugye például nem tudom, ott ugye megy a fájt azért, de a zenemik már ugye elkezdték szedni. Olyankor csinálsz egy annyit, hogy beledobod, beledobod az objektívre a surikent, és amikor már ilyen 1000, 1500 hp van, akkor visszahúzod magad, és belenyomsz egy első képességet, és így elég könnyen be lehet stílálni ezt is. Meg hát remélem, hogy értető volt. Ez az egyik leg, Legnehezebb is, meg ilyen profi bakali trükk, amit nem nagyon láttam tippes videókban se külföldiekben, csak azt láttam, hogy az ilyen nagyon profi akali playerek használják ezt. Aztán ugye én is kitapasztaltam, hogy ez hogy is működik, mint például a legtöbb profi akali trükköt, nem igazán lehet látni ilyen tippes videókból. Például olyat, hogy twistit fétet hogy kell lekövetni meg, meg az ilyen elugrós, elteleportáló csempionokat ugye, ilyet nem nagyon lehet látni sehol. Na mindegy, akkor ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy hasznosnak találtátok, szavaztok!